Ahogyan az már megszokott, nyáron is nagy üzem van a nyírbátori asztali teniszedző központban. Az NB1-ben legutóbb 7. helyen végző együttes egy 15, egy 16, egy 18 éves fiatallal, valamint a rutint képviselő Bánhidi Emillel vág majd neki a bajnokságnak, ahol a középmezőny első felét célozza meg a csapat. A játékosok csak keveset hagytak ki, a felkészülés kezdete óta pedig napi több órát töltenek a teremben. 2 hét volt az, amit teljes pihenéssel töltöttek a gyerekek, akkor be se lehetett jönni a terembe, direkt szerettünk volna egy labdaéjséget náluk elérni, ami többé-kevésbé sikerült is, úgy érzem. Egyébként napi 2 edzéssel megyünk délelőtt, 2,5 óra, délután 2,5 óra, és ebbe bele tartozik a kondíciótréning, az elméleti képzés és a szakmai képzés is. A szakmai munka színesítése miatt a nyári időszakban vendégedzők is foglalkoznak a nyírbátori fiatalokkal. Nagyon érzem itt ennél a csapatnál magam. Idén már másodszor lettem meghívva. Heti 5 edzés, napi délelőtt délután 2 órába végezzük el, és próbálunk a gyerekeket minél több gyakorlatot megmutatni nekik, és elsajátítsák ezt a pingpongot. 2 játékos hiányzott a teremből, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid a portugáliai Európa-bajnokság utáni pihenőjét töltötte. Vérmes reményeink nem voltak, hogy komoly eredményeket fognak produkálni, inkább a rutinszerzés volt a cél, hiszen ők még a következő korosztályokban is, és a következő években is még ebbe a korcsoportba fognak versenyezni, és most azért volt szükség az ő részvételükre, hogy jövőre már lényegesen nagyobb rutinnal felvérkezve juthassanak el egy Európa-bajnokságra, és minden reményünk megvan arra, hogy jövő évben is legalább 2 fogják képviselni a Nyírbátor utánpótlás edzésközpontot. Nyírbátorban augusztus 14-én nemzetközi edzőtábor kezdődik, ahova a megyebeli versenyzők mellett a határon túlról is érkeznek edzők és játékosok.